Sziasztok! YouTube-on akarok nyitni egy ilyen playlistet, ami semmi másról nem fogok beszélni, csak arról, hogy hogyan lehet ilyen létező épületeknél, vagy létező ingatlanoknál, legyen az családi ház, vagy mondjuk raktár, vagy hangár, vagy gabonatároló, vagy bármi, ami eszedbe jut. Szóval, hogy hogyan lehet megcsinálni ezeket a létező épületeket, hogy mondjuk ilyen zero energia, vagy passzív házak legyenek. Persze, ez most, ahogy szokták mondani, fából nem lehet faskarikát csinálni, de mondom, hogy szeretném kipróbálni, hogy mi történne, hogyha mondjuk mindegyikből vennénk egy ilyen 2-3 példát, és erről beszélnénk. Eddig egy ilyen 5-6 Airbnb-nek tudtam tanácsot adni, hogy hogyan tudnak spórolni ilyen több ezer vagy több tízezer eurót hosszú távon. Elkezdek dolgozni a dolgon. Még nem csináltam róluk videót, mikor kész lesz valószínűleg fogok, illetve egy műhelynél még spóroltunk úgymond rengeteget. És amit elkezdtem, és valószínűleg holnap vagy holnap után fogom feltenni a videót, megkeresett Gergő, mert látta egy másik videómat, ahol ilyen zero energia megoldásokról beszéltem, és megkért, hogy nézzük meg, hogy mit lehetne csinálni, hogy hogyan terjeszkedjen tovább az üvegházéval. És ezt valószínűleg holnap-holnap után fel fogom tenni, és mondom, hogy egyszerűen meghívlak, hogyha tudsz valakit a baráti körödbe, akinek mondjuk az, hogy ne nagyon fizessen fűtés vagy hűtés, most nem mondom, hogy le fogjuk nullázni, de valószínűleg rengeteget fogunk spórolni ilyen banális, egyszerű megoldásokkal, akkor kérlek szépen, hogy jelentkezzél, vagy küldd el a barátodat, hogy jelentkezzen, és itt lesz egy link a YouTube alatt, lépjen be a LinkedIn csoportba, és ott megbeszéljük. Annyi, hogy a fizetség az ingyenes lesz, legalábbis ingyen segítek, annyi, hogy egy pár fényképre, meg egy pár ilyen metszetre, vagy alaprajzra szükség lesz, hogy be tudjam mutatni a YouTube videón, mert szerintem ez így fair play. Körülbelül ennyit akartam elmondani, esetleg nézd meg a videóimat, amit mondjuk kifejezetten ajánlok, csináltam egy videót arról, hogy hogyan lehet ilyen prémium, zero energia házakat csinálni, egy ilyen 2-3 ezer euróért szobánként. Az egy jól sikerült videó, elég jól meg van mutatva, hogy hogyan lehet megcsinálni, és le lehet tölteni a metszeteket, nincs benne zsákba macska, azt ajánlom, be fogom jelölni ennek a videónak a végén is, illetve a videó alatt. Ennyit akartam elmondani, feltétlenül iratkozz fel, ha nem, megeszem a sütit előled, vagy valami. És nézd meg a videó alatt a linkeket, és mondom, jelentkezzél, vagy szóljál egy ismerősödnek, akinek mondjuk ez értéket jelentene.